Kedves nézőink! A mai online koncerten a reneszánsz zenéből kötöttünk egy kedves kis csokrot. A köztudatban a reneszánsz leginkább a vokális zene időszaka, azonban a tánczenének is jelentős szerep jut ebben a művészeti korszakban, hisz az emberek ebben az időszakban is szerettek táncolni. Így a mai koncerten is nagy hangsúlyt kap a táncmuzsika. A korszak legnépszerűbb hangszerei a különböző húros hangszerek és a furulyák, így a főszerepet is ők viszik majd ezen az eseményen. Elsőként Antal Lénától William Byrd La Volta című darabját hallhatják. Őt követi Antal Emma, aki Pierre Falaise Gaillardját adja elő Mon Plaisir címmel. Felkészítő tanáruk Magyar Dóra csembalón közreműködik Nagy Albertné. Ezt követően a húrok közé csapunk Sós Nicolette és Balog Anita segítségével, akik John Dowland My Lord Willoughby's Welcome Home című darabját mutatják be gitáron. Ezt követi Gastoldi két tánca. Furulya szólót játszik Hartai Boglárka gitáron Sós Nicolette, míg furulyán a növendék felkészítő tanára Kerek Gábor közeledő játszik. Ezután ismét gitárszóló következik. Az előadó Schneider Balázs, tanára Balog Anita. A növendék előadásában Louis de Milan tizedik fantáziája csendül fel. A furulya és a gitár egymáshoz illő hangszerek, és erre bizonyítékot kopcsó Milla, tanára Kerek Gábor közeledő furulyán, Sós Nicolette pedig gitáron szolgáltat. Előadásokban Playford kontratáncokat hallhatnak. Utolsó műsorszámunk két tánc lesz, melyet művészeti intézményünk tanárai és növendékei adnak elő iskolánk furulya konzortján. A reneszánsz korban a furulya alapvetően konzort hangszer volt. Ez azt jelentette, hogy a különböző kvint távolságra hangolt furulyákból álló készleteket együtt készítették, árusították és használták. Ilyen furulya konzorton egy paván és egy Gaillard fog megszólalni. Kopcsó Milla, Gáspár Attila, Kerek Gábor közeledő és Szűcs Kornél Sándor előadásában. Kívánok mindannyiuknak kellemes zenehallgatást, és egyben megköszönöm a fellépőknek a szép dallamokat, a felkészítő és a közreműködő tanároknak pedig a munkáját. Jó szórakozást!